vagyunk a zentai rendőrség épületében. Zenta ugyebár egy jelenleg is 80%-ban ugye magyar lakossággal rendelkező település. Itt vannak azok a formanyomtatványok, amelyeket ki kell tölteni ahhoz, hogy a különböző igazolványokat és igazolásokat beszerezzék az emberek. Személyigazolvány, ugye nyilván vezetési engedély, tehát jogosítvány, forgalmi engedély, útlevél. Hát ugye eleve érdekes modell az, ahol ez mindig kizárólag itt tűnik, hogy a rendőrségen csinálják, legalábbis azt mondják a helybériek. Nem is ez az érdekes most számunkra, bár ez is érdekes, de hogy kizárólag cirilbetűs, szerb nyelvű formanyomtatványok vannak kitéve. Megpróbáljuk megkérdezni, hogy van-e valami. Ja, itt van az, amiről Nikolik beszél. Hogy menjenek akadémiára. Emlékszel, föltette a Gaudi Nagy Tamás a kérdést az Európa Tanács. Ugye a tanács, tanácson, hogy mi a helyzet, és akkor azt akarták, ugye azt válaszolta, hogy azt várják, hogy magyarok is jelentkezzenek rendőröknek, ugye? Emlékszel? Azt válaszolta Nikolik. Hát így hirdetik meg azokat a helyeket. Ez az akadémiát, tehát a rendőrakadémiát hirdetik ezen a portálon. Úgyhogy véletlenül se tudjanak a részarány is foglalkozáját. És ezt kértem, hogy a zentai ennek a rendőr részlegnek legyen végre egyszer magyar főnöke. Azt mondták, hogy magyarázzam meg, hogy ki az a... Hogy tudom megmagyarázni, hogy ki legyen az a magyar? Na, egyébként, igen, ez lehet a Városháza. Udvara, igen. Hát ide is azért egy kis vágóképp erejéig azért nézzünk be, hogy ugye Európai Uniós csatlakozásra váró ország így fogadja az állampolgárait. Jó napot kívánok! Morvai Krisztina, Európai Parlamenti képviselő vagyok. Jöttünk egy... nekamerázunk. Jó, akkor... Érdeklődik, hogy magyar nyelven tetszik tudni felvilágosítást adni? Jó. Formanyomtatványok vannak kitéve, vezetői engedély, személyigazolvány, stb. Igénylésére. Érdeklődik, hogy ezek magyar nyelven is rendelkezésre állnak, és tudna belőle adni. A formanyomtatvány, amivel tudok útlevelet igényelni, vagy hajtási engedélyt, ahogy itt ki van írva, hogy ez csak szerb nyelven van, vagy magyar nyelven is rendelkezés? Jó. Jó, akkor kapcsolod ki a kamerát. Őt nem veszem, hát... De őt nem veszem, Krisztinát veszem. Majd ezt nézzük meg azért, mert most, hogy bekapcsolta az úr a honlapot, azt látom, hogy csak civilbetűs szerb honlap jelenik meg. Nem tudom, részített úgyszerről valamit, hogy mondjuk a rendőrségnek... Hát, hogy őszinte legyek, én megnéztem egyszer se, hogy van-e magyar nyelvű. Ezt még ellenőrizzük el. De van, előfordulhat, hogy van. Városháza rendőrség, bíróság, ügyészség honlapja. Van egy úgynevezett elektronikus felület, az van magyarul is. A ügyintézési elektronikus felület, de az inkább másra vonatkozik, tehát nem a belügyi ügyekre, hanem egészségügy, meg ilyesmit. Van magyar fordítása, nem mindenben. Ez egy érdekes dolog, hogy részben van magyar magyarázat, részben nincsen. De például az Entán az adókivetéseket cirilbetűvel adják. Én nem is fizetem az adót ezzel. Én törvényellenes. És én nem fizetem. Itt vagyunk változatlanul a zentai rendőrkapitányságon, fali újság, közérdekű információk, minden csak szerb nyelven. Hasonló, minden hirdetmény csak szerb nyelven. Valami honvédségi toborzó vagy? Igen, honvédségi. Na itt van egy magyar értesítés, ami szabássértési útben. De az összes többi az csak szerbű. Ez is az ügyfélszolgálat, hogy meddig van nyitva, az is csak szerbű. Ez a
Velika Sala, nem tudom, ja igen, azokon szeretem ismerni. A Zsuzsa mondja, hogy hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy ugye láthatóan magyar építésű épület, tehát a magyarok fölépítették, itt használják, és hát gyakorlatilag csak szerb nyelvű feliratok látható. Lepusztult, tehát egy kicsit olyan érzése van az embernek, akik Kubába jártak, mondják, hogy kivonultak onnan az amerikaiak, minden úgy maradt, és gyakorlatilag egy uralkörtét nem tudtam szerencsétlennek kicserélni a szállodába, stb. Tehát minden lepusztult, hát és ha körülnéz az ember, még a padok is igaza van Zsuzsának. Akkor ezt végig csinálhatjuk önökkel? Megengedik, hogy végignézzük, hogy hogyan lehet itt magyarul ügyet kicsérni? Hát én nem tudom, azt az ők engedik. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egyáltalán nem voltam senki ilyen páciens, aki ide válna, csak magukat. És akkor, hogy beidézik az embert? Kaptunk egy értesítést, vagyis egy papit, és írja 5-22-én 10 óra 6-án. Meg szabad nézni az értesítést, hogy milyen nyelven tanulnak. Arra az értesítésre, Akkor, ha megengedik, akkor mivel mi azért jöttünk, jogászok vagyunk, és azért jöttünk, hogy az anyanyelvi jogok érvényesülését megfigyeljük, az Európai Parlamentből jöttünk, meg Budapesten, a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot, és azt szeretnénk megnézni, hogy mennyire felel meg a nemzetközi szabályoknak, meg a szerb jogszabályoknak az, ahogy a magyarok az anyanyelvüket használhatják, nem sem ennyire. De azt tudom, hogy ha magyar lennék, és itt élnék, és generációkra visszamenőleg... Lehet, hogy valamelyik hölgy tud közülni, két hölgy, azt hiszem. Hát de hát eleve az nekünk a sokat jelent, hogy... akik bent dolgoznak, beszélnek magyarul is, szerbül is. És önökkel milyen nyelven fognak beszélni? A magyarul. Biztos szerbül, én szerintem. De és miért teszik gondolni, hogy szerbül? Mindig úgy beszélek velük, mert én perfektúra szerbül. És miért teszik szerbül beszélni, mikor magyarul is lehetne ugye? Hát de én tudom, hogy ő szerbülsök akarja. Hogy ne akadályozzam, hogyha valamit nem ért, hogyha én mondom szerbülsök. És miért nem fordítva van? Hát akkor már magyarul kezdem. Tényleg is mondta, hogy magyar, akkor magyarul beszél. Nekem kérdítjük önöket arról, hogy kérjenek magyar nyelvű, tehát magyar nyelven kezdjék meg az ügyintézést is? Ragaszkodjanak a magyar nyelv használatához, hogy megvizsgálhassuk, hogy gyakorlatban hogy érvényesül a magyar nyelvi ügyintézés. Segítenek ebben neki? Mert hogy ez törvényes. Magyar a törvény az fogja, hogy magyarul is lehessen ügyet intézni. Még nem hallottam. Nem tetszett ezt hallani, hogy magyarul is lehet ügyet intézni? 80%-ban magyarok élnek itt szentán, nem? Hát az a természetes, hogy a magyarul tudják az ügyeiket. És meg tetszettek szokni azt, hogy szerbül kell az ügyeket intézni, egy 80%-ban magyar város. Aki tudok, hogy szerbül beszélek mindjárt, eleve nem. De hogyha tudom, hogy tudom mind a két nyelvet, akkor magyarul is. Amelyik nekem mindegy. Nem jobb érzés magyarként magyarul beszél? Jó érzés, hát ha nem beszél olyan perfekt, hogy kellene, akkor inkább én megadom magam. Mert, amit mondtam.
Itt vannak a csekély. Itt vannak a régi igazolvány. Hát írja. Hogy néz ki? Megnéztetjük, megtetszik engedni. Tehát így néz ki egy személyigazolvány. Nincs ráírva magyarul, hogy személyigazolvány. És csupa civil. Tehát csak civil betűvel, és csak szervű. Jó napot kívánok! A tudnivalók is, minden csak szervű, civil betűvel. Na érdekes, itt van egy magyar, ez is az öné? Tehát két nyelven, vagy, nem, a feleségének szerb nyelvű van, és önnek magyar? Vagy két nyelvű? Igen. És egy két-három ember, mert a fiaim Magyarországon élnek, az idősebbik nyíltjára, a fiatalabbik vívunk Budapesten. No és ebben az igazolványban bele van írva itt az első oldalon, tessék elolvasni, azt mondja Trajno, az azt jelenti, hogy már öregek vagyunk, és az életünk végén jól lesz. Most van egy új törvény, valami, ami március elején jött ki talán, vagy még előbb, csak nem tudtuk, mi nem tudtuk, de azt mondják, benne volt a televízióban, újságokban, rádióban, és hogy nem fogtuk ki? Hogy legyen hogy új igazolványokat kell csinálni mindenkinek, jugoszláv állampolgároknak. Úgyhogy én tegnap itt voltam, még érdeklődni, hogy máma szombaton nem egy tévesen írta be a hölgy, hogy 22-én kell jönni. Eljöttem még érdeklődni, hogy 22-én dolgoznak egy, és egy idős nénit ketten vezettek le, úgyhogy személyesen kell eljönni, mert új lenyomatot vesznek. Ez a szabály szerint biometrikus jelekkel ellátott. Igen. Ebben alkalmazkodnak az Unióhoz, de olyan bizarr, hogy ilyen körülmények vannak, és abban viszont alkalmazkodnak az Unióhoz, hogy az idős embereket berángatják, hogy új lenyomatot adjanak a személyigazolványukhoz, mikor már végleges hatályú személyigazolványt adtak ki nekik egyszer. Tehát Jönyi ügyet intézni, jó napot kívánok! Ott a Lícsnös álltam, a személyigazolványon is jöttem. 10-20 vagyok így. És ő se kapott magyar nyelven értesítést arról, hogy menni a magyar nyelvet jöttünk tanulmányozni, jogászok vagyunk, hagyjuk akkor nem hozzá egy tízi nyelven. Én a képviselő vagyok, és a jogász munkatársaim, és azért jöttünk, hogy megnézzük, hogy a magyar anyanyelv használatát mennyire biztosítják az eljárásokban, rendőrségi, bírósági, ügyészségi, közigazgatási eljárásban, és halljuk itt meglepődve, hogy például hiába 80%-ban magyarok élnek zentán, mondjuk nem küldenek magyar nyelven idézést vagy értesítést. Van, amikor hát olyan, nem tudom milyen idézések, még van magyar is. Mondjuk én nekem, hál' Istennek az adottságomban, hogy az iskolán keresztül még tanultam szerbül, úgyhogy nekem problémám, a két nyelvet tudom. Vagyunk, jöttünk tanulmányozni, hogy mennyire lehet a magyar nyelvet használni zentán az eljárásokban. Mit tetszik gondolni, hogy most magyarul lesz majd az ügyintézés és a rendőrsége? Magyarul tetszik tudni majd beszélni? Igen. És magyarul jött az idézés? Amikor a rendőrség levelezik az állampolgárokkal, az magyarul van vagy szerbül? Mind a két nyelven. Két nyelven? Tetszik tudni, hogy tanulni nekünk egy kétnyelvű idézést? Nincsen. Most nincsen nálam. De én, ha idézést kapok, akkor szóval.
Nincsen, de mondjuk a postán kitűnt. Különben nincs, persze, még nekünk adnak ilyen kitűteni gondoltak a postán vagy a bankot. Kitöltik önök helyet? Igen. Mint a gyerekekre. Tehát most tulajdonképpen. Most mit mondjak? Tehát, hogy szerd ellen adják ezeket a különböző formanyomtatványokat. Mi nem tudjuk, hogy mit hova. Jó, ha én megértem, de nem tudom, hogy mondjuk, hogyha számokat kell kifejezni, hogy milyen lány ez, mi az, nem tudom, akkor úgy tudjuk ki. És ennek csinálnak magyar nyelvű formanyomtatványokat egy 80%-ban magyar településsel. Hát ezt nem tudom, mert tényleg én is nagyon beteg vagyok. Elég volt minden. Még minden. Az unokájaimat nem küldjük, mert nem értenek. Szerdő. Én nekem kell mennem. És akármilyen beteg vagyok. Hát jönnem küld. Az azt jelenti, hogy állandó. Jó napot kívánok, bocsánat, hagyd mutatkozzam be, én Morvai Krisztina Európai Parlamenti képviselő vagyok. Szeretnék bejönni, jöttünk ellenőrizni a magyar anyanyelv használatnak a lehetőségét az eljárásokban. Most jönnék az ügyfelekkel. Jó. Szemomomentet, én azt hittem. Szemomomentet mondani magyarul, tehát nyugodtan tessék magyarul beszélni. Samo malo, gospođo, molim vas, samo malo sačekajte. Uvjerujem se, ovo je sebi uvesel, ali ono pontošan tu je sebi uvesel, ali ono pontošan tu je Ja razumem, gospođo, samo ja radim sa strankama, samo malo sačekaj. Tessék nekem arra választ adni, hogy miért nem magyarul beszélni. Számomra malo szakítja, szakítja, hogy magyar, igaz? Magyar ember, magyar az anyanyelve, tud magyarul. Ők is magyarok, én is magyar vagyok. Miért teszed hirtelen elkezdeni? Hát rögzítettük a kamerával, hogy tökéletesen beszél magyarul. Miért kezd el velünk szerb nyelven beszélni egy 80%-ig magyar városban, Zentán? De tetszik tudni, ne arra ugyan, hogy ezt mondom, hogy ön személy szerint is felel azért, hogy itt az emberek elnyomásban és jogfosztottságban élnek, mert erre ön senki nem kötelezheti egy Európai Unió csatlakozása váró országban, hogy szerb nyelven beszéljen, egy 80%-ban magyar települése magyarként. Úgyhogy nagyon szépen kérem, hogy kezdj el az anyanyelvét használni, és ne beszéljen szerbül magyar emberekkel olyan településen, ahol az ön édesanyja, nagyanyja, dédnagyanyja is itt élt, ez az önök szülőföldje. Ne vessék magukat alá az elnyomásnak, kezdjenek el magyarul beszélni, jó? Én kimegyek, de önök itt maradnak, és önöknek az kellene, hogy a szülőföldjükön szabad embereként méltóságban éljenek, és Európai Unióhoz csatlakozik az ország, önöknek joguk van az anyanyelvüket használni. Úgy látom, nem tudtam meggyőzni. Nikakva právo, ja sam samo radni, prema tome, obratno se starešina. Da teže kaže, no dva joga za anjanjelje. Ovdje se ja starešina, molim. Jo, please. Okay. One moment. Nije, okay, please. Izvolite ovo, molim se. Magyarul tessék beszélni. Jó, magyarul docsi, hogy pozorítjuk. Hol van a táskám? Itt van. Itt van. Jöjjetek vele, Torizán! Prijević, reci da ne snimaju, prvo moraju da se legitimišu, pa ćemo nastaviti dalje ispred koga su došli ovde. Tiszteltünk az uram. Először is mutatkozzanak be, legyenek kedvesek. Jó, nevüket megfoghatnak. Mi már bemutatkoztunk Európai Parlamenti képviselőjével. Imamo proceduru, po kojoj sarađujemo s ljudima iz Evropskog parlamenta, znači komisija za torturu. Znači njih imamo pravo da pustimo, sa ostalima nemamo napravljenu proceduru, pa ne znamo kako da postupamo. Pa bih zamolio da se legitimišu, da bi nešto radili kod nas,
moraju da imaju certifikat, legitimaciju za to što rade I nikakav problem. Legitimacija. Jó, az útlevelem, Tomi Kárdán, ki recesen. Ne, útlevel, ne treba. Az útlevelemben van benne, diplomata útlevelemben, és benne van, hogy európai parlamenti képviselő vagyok. Može, oké, 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 dovidimo. Dovidimo, da se legitimično. Gospodine. Kapcsolják ki a kamerát, legyen szíves. Gospodine. Nem értjük. Nem találod, itt volt teljesen világosan. Certifikát organizáció. Parancsoljon, ez egy diplomata útlevél, ugye ezt felismeri, és bele van nyomtatva, hogy európai parlamenti képviselő vagyok. Jó? És ön is legyen szíves igazolni magát, mert ön egy sportfelszerelésben van, és nem látom azt, hogy hivatalos személy lenne, semmi nem utal rá. Legyen szíves lefordítani, jó? Lehet, hogy egy edző. Lehet, hogy egy edző, aki ide beugró. Szöcske, szamolva, szöcske, jó? Szeretnék én is valami igazolványt látni arról, hogy ő... Szóval, nikak a probléma. Nem szó. Nem én. Víz. Szóval nem vagy a személy. Nem jó. Szóval. A kicsi szúrva. Kava? Izvolite, Anja. Ajde, nazvat ćete sa drugim telefonom, Sačka. Ja sam u stanici. Megvan, hogy magyarul beszélt, és akkor egyszer csak elkezd erről beszélni magától. Mikor tudja, hogy az ügyfél is magyar, mi is magyarok vagyunk, ő is magyar, és elkezd erről beszélni. Az önkéntes alávetettség. Nem, azt mondta, hogy félt. A nő félt, amikor átváltott. De mitől fél egy jogállamban, egy Európai Uniós csatlakozásra váló országban, ha meg nem jogállam, akkor meg az a dolgunk, hogy ezt feltárjuk, és megakadályozzuk, hogy csatlakozzanak az Unióhoz, meg elérjük azt, hogy a saját kormányunk az alkotmánynak, az alaptörvénynek megfelelően kiálljon ezeknek a nyomorult embereknek a jogvédelmében. Nem? Köszönöm szépen! Bocsánat, uram, azt kérdezzük meg, hogy te kicsit úgy egy intézkedés alá vontak akkor minket? Tehát a képviselő azt mondja, hogy intézkedés alá vontak? Fejezem be. Igen. Ő kezdett el beszélni. Legyen szíves, hallgassuk. Nem, én elkezdtem először, akartam kérdezni. Hallgassuk meg, tessék. Van egy, oké. Dostis, van egy szertifikát erről, amit akarnak csinálni ezt a monitoringot. Ez a szertifikát, hogy Európai Parlamenti képviselő vagy akár bármilyen. Külön, de van egy szertifikát, külön. Csakám, hogy szeretném lesni direktor a policiót, mi trebali imat szóval záktev od ministarstva našeg. Moraj da se najave, kad dolazi, nikakav problem. Van a belügy minisztérium, Szerbia belügy minisztérium, van egy kérvény. Hogy jönnek ki. Nincs szükség, bármilyen intézményt meglátogathat az Európai Parlamenti képviselő, az Európai Uniós tagállam, illetve a csatlakozásra váló állam. Előre kell jelentkezni, és akkor... Nincs problém. Nem gond, de ilyen a procedúra. Jó, majd legközelebb már akkor fogjuk tudni. Úgyhogy most is én tudtam még ezt a részt, úgyhogy úgy megy az összes. A razlog poszítője, trevekesú razlog poszítője. Pont miért, vagyis az útlevele személyigazolvány és hajtási jogosítványa két nyelvű van-e írva, ugye? Arról, igen. Arról van szó. Csak tudom, hogy ez is azt a másik dokumentet. Az ügyintézés anyanyelven megtörtént. Szóval, Szacska, direktor a policia, az új direktor a policia a Beograd, ali nije nikakav problém, mogu sve da provere, na zahtev stranke se izdaje dvojezično. To znaju svi, nije nikome zabranjeno. Je li tako? To nam je profesor. Počajte, sve mi dignam tuđu koji je za uđu. Izvinite, ne znam ko je ovo. Ko je ovo, ne znam, sa telefonom. Ne znam, prvi za tebe svi tjeću. Posliš da si. Aha, pardon. To je za fejnog hajtaša, renderavamo špejnog hajtaša. Ja to dam dobro. Omogućit ćemo, samo moramo se očekao. Otmoru, jete uđi. Ja dobivam. Mogite, moram, hvala vam. Samo malo. Možda mi internet. Engem čak az érdekel, hogy akarunk mi még itt valamit csinálni. Nem csak, nem akartuk elszívni egy rendőri intézkedés alól. Tehát most az európai fogalmaz, hogy elkezdődött egy rendőri intézkedés, az be kell fejezni, tehát addig mi nem fogunk megszökni, miután ne bűnözünk. Nem. I moramo ispoštovati tu da prevede. Da, a vi razumete? Razumem, da prevedem. Ne uči nikakav problem. Helyzet a következő, hogy azt mondja, nincsen semmi gond, mindent meg lehet nézni, tehát probléma ezzel nem lehet.
be is mehetnek, beszélhettek azok a munkások, akik ott dolgoznak, csak van egy eljárás. Ezt az eljárást kell tiszteletbe tartani, az eljárás arról szól, hogy a rendőr főnökkel, tehát aki ő fölötte is, meg tehát Zenta fölött is áll, iszkik ide, neko illi, belsából a rendőr főnökkel kell beszélni, hogy egy ilyen monitoringot, amit te most végezel, hogy akkor ez be legyen vezetve, tudjon az róla, és hogy rábólítson. És most ők ezt már ítélik, és azt mondja, várjunk 5 percet, és akkor meg lesz ez az egész. Ez írja elő, ez jogszabály írja elő, vagy ez csak az igen, ő saját? Igen, szabályozás. Mint ahogy nem jelentettük be, hogy jönni akarunk, és akkor most ő meg kell kérdezzel. De nem egy törvényes eljárás, de viszont ő mondja, hogy igenis neki kutya kötelessége, hogyha az Európai Uniótól valaki megjelenik, mivel hogy Európa Unió felé tart az ország, kötelességük biztosítani a számotokra, különösképpen neked, hogy körbenézzél, és elvégezzen a házi feladatodat. Samo još nisi prevoz za torturu, znači mi imamo posebno putstvo za torturu, znači za dovedena lica, znači za to... Dovedena lica? Samo to nema veze sa nama. Da, znam, dovedena i zadržana, za to imamo putstvo. Za to imamo putstvo, ali za ovo ostalo još niko ništa nam nije dostavio. Pa dobro, samo to nije bitno sada. Ne, pa bitno je zato što mi, zato je tako reaguje. Bocsá, de miért szerint beszéltek én magyar ember? A helyzet az, hogy hát azért, mert azért... Ne, hogy ne tévedjek. Könnyebben le tudom én fordítani talán azért. Na jó, de hát világosan ez most így van. Hát az ember ezt kéri, akkor most segít. Az én anyanyelvem magyar különben. Anyanyelvem magyar. Igen, az én anyanyelvem különben magyar, de az abban van, hogy... Mégis könnyebb, megmondjam neki. Jó, hát szerbi már tudom. Szerbi iskolában jártál, gondolom. Az lényeg. És akkor persze, hogy könnyebben beszéli az ember. De megértsük. A monitorozás lényege az, hogy nem jelentik belőle a vizsgálatot. Ezt létszeres fordítsd le. Nem ebben lényegem az, hogy betűnjük. Az nem kell, csak azért el kell mondani, hogy a bíróságon, a Hóbecsin, a bíróságon, a végénységen gond nélkül betűnjük. Mondjatok már, hogy kérdezünk, ha először jön egy Európa Parlamenti képviselő, hogy lenne rendeletük arról, ha bejön ide egy ilyen képviselő, mi a Kéri, hogy ne vegyétek rossz néven, de vannak eljárási szabályok, amelyeket ő neki azért mégse ő a belügyminiszter, ugye, és akkor be kell, hogy tartsa. Drago nem estos idorszki, minás mali grá. Örül, hogy köszöni szépen, hogy eljöttetek, nagyon örül neki, de ezt a procedúrát el kell tartani. Most megfordítom az, amit te mondtál. Azt kéri, hogy aki fölvételt készít, még ő is adja le az adatait, és akkor kaptok akkreditációt. Tehát tudjátok, ez mit jelent? Tehát ilyen engedélyezési rendszerek köröztül működik ez a dolog, és akkor tudtok bemenni oda a... Én meg... Mert amikor az adóhivatal jön hozzá... Én meg azt mondom, gyerekek, hogy ez nagyon el fog húzódni, hogyha ezt most itt megvárogatjuk, de... De ennek nagyon fontos. Jó, köszönöm. Jó, rendben van. De annak nem is gondolja, hogy fontosak. Jó, rendben van. Húzzuk el magunkat. Jó, szokják. Tehát akkor neked is... Tehát Krisztinám meg... Ne menjünk be mindannyian, mert én is javasolom, hogy ne zavarjuk a munkát. De ti kette hárman bementek. Gospodine Radsabo, gospodje, jön parlamentárce, tako? Jeste. A ostal gospoda? Traže ministarstvo, izvinjava se, tražili smo sada, moramo da dostavimo zbog akreditacije. A ministerium kjerte ezeket az adatokat, vagy az akreditációt, hogy lehetővé tegyék. Mi smo ministarstvo svitak se zove. Van, ők nem tehetnek mást. Már menni, mikakor proszi, menjünk akkor, akkor kérdez, de lehet? Számom van egy olyan csinál. De most már szácske. Megkaptuk az engedélyt a kapitányságról, hogy bejöhettünk. Tessék nyugodtan élőten telefonálni. Jó napot kívánok, megkaptuk az engedélyt.
nyelvű volt, vagy magyarul? Nem könnyűk itt ülni. Semmit nem lehet történni? És a pillanatok május 5-én lesz. Hogy jövünk értelmi. De amit alá kezdettek írni, az szerbű volt, vagy magyarul? Szervnyelve. Megnézhetjük. Ez mi? Mi van ideírva? Hát ez most akkor, mikor meg készen lesz a... Igen. Megint. Május 4-én, 5-én. Tehát az van rajta, hogy most megcsinálják a személyigazolványukat, és május 5-én átvehetik? Igen. Aha. És akkor ez szervül van, magyarul nincs, kitöltik önök helyett, és aláírják. És látom, hogy a Viszel József Tibor, tehát félig szerb betű, cirill betűkkel írják, vagy hogy van ez? Igen, a cirill József. Aha. Tehát magyarul csak szerb nyelvű nyomtatvány van, és az ügyintéző tölti ki. És a magyar ember meg aláírja. Kezdeményezték a magyar nyelvű eljárást? Tehát kérték, hogy csak magyar nyelven nyújthassák a kérelmet, és kaphassanak el minden nyilatkozatot, ezt mondták az eljárás elején? Nagyon szépen köszönjük a közreműködésüket, és sokat segítettek nekünk. Azért ne felejtsük el, hogy az a 44-45 nem olyan régen volt, utána a rengeteg megbélyegzés, éppen az idős emberek ezt tanulták meg, hogy fogam be a számot, akkor nem lesz semmi problémám, és azért azt se felejtsük el, hogy mondjuk Csúrogon, és az egy olyan hely, a túlélők azt mesélték, hogy annyi vér volt azon a területen, mert az embereknek a torkát vágták el, kivéreztették őket, hogy a sár a vértől, nem a víztől vált sárrá.